Köszöntöm Önöket, ez a Voltimer, a műsor, amelyben vállalkozó kedvű csapatok oldtimer autókat építenek át elektromos hajtásúvá. Egészen pontosan építettek, mert a Verdák mostanra elkészültek. Műsorunk záró részében megmutatjuk, hogy hogyan teljesítettek a járgányok a teszten, és azt is megtudhatják, melyik autót találta a legjobbnak a szakértő zsűri. Jön tehát az 1929-es Citroen, a Mazda RX 7-es, a Mini és egy versenyen kívüli Zsiguli. Szerintem mindenképpen most így, még mielőtt elmondjuk az eredményt, egy közös tapsot megérne ennek a csapatok. Mindenki összességében. Előjáróban annyit, hogy rendkívül szoros volt az eredmény. Tulajdonképpen nüanszok döntöttek. A harmadik helyezett csapat, Tibi, egy kicsi karikásak a szemeid. Sok éjszakázás volt a munkában? Igen, ez az utolsó két hét minden várt és nem várt meglepetést előhozott. Rengeteg olyan kis apróság, amiről azt hittük, hogy csak 5 perc lesz, az 5 óra, 6 órás munkát adott még pluszba, de szerencsére ma reggel 9 órakor összeállt az autó. Mivel gyűlt meg leginkább a bajotok? Úgy most hirtelen nem tudnék kiemelni semmi olyat, ami nagyon látványos, de egy tanksapka betöltőnyílás, vagy bármi ilyen apróság, hogy egy embléma felrakásnál, hogy a fényezésnél a gittet onnan hogyan keressük meg, hogy ne sérüljön jobban az autó. Tehát ilyen kis apróságok, ami nem nevezhető komoly nagy dolognak, de mégiscsak csak bosszúságot okozott. Rövidesen eredményhirdetés, reményket? Én szerintem, aki itt részt vett, mindenki nyertes, tehát mindenkinek az autója elkészült. A nyeremény az, hogy ezek az autók mennek és üzemképesek. Thank you.
Elkészültél ezzel a remek autócsodával, és volt alkalmat tesztelni is. Mennyire vagy elégedett? Hát azt azért láttuk, hogy a szervóval, mivel hiányzik, kellett dolgozni, vagy kellett a szervót pótolnod. Igen, elégedett vagyok a munkával, nagyon szép lett az autó, de igazából a teljesítményével még nem vagyok teljesen elégedett. Azért azt tudnék, hogy ez csak egy 80 éves technika, azért láttátok a gyorsulásnál, a szlalomversenyen is, akik 1.30-at mentek ki 3 percet, tehát igazából ez a korához képest, meg ezzel a technikával szerintem azért jó lett, de még csiszolunk rajta, hogy még tökéletesebb legyen, hogy akár használható is legyen. Azt meg tudod mondani, hogy hányadik ilyen oldtimer autód volt, amit összeraktál? Raktam már össze jó pár oldtimer autót, de ami ilyen készültségi fokra elkészült, ez a 3. autóm. Hol áll ez a rangsorban? Elektromos hajtású, meg mégiscsak egy 1929-es hát csoda. Ez talán ott áll a rangsorban, hogy lehet, hogy ez fog fellépni most az első sorba. Ez megelőzött egy pár automat tulajdonképpen, mert ezzel egy időben most csinálok egy hasonlót, mint ez, megcsinálok egy kicsit korszerűbbet, de most azokat félbehagytam, mert ugye egyszerre csak egy dologra tudok koncentrálni, mert ez időhöz volt kötve, tehát gyakorlatilag ez az egész projekt, amiről szólt, ez meg volt határozva az egy év, és azért egy év elég szűk volt rá, de nagyjából azért sikerült azért elkészülnünk ezzel az elektromos hajtással. Ha kell rajta korrigálni, megcsináljuk még, mert gyakorlatilag még 2 évig ezzel itt még azért szerepelni fogunk, hogy jól tudom. Rövidesen kezdődik az eredményhirdetés. Mit vársz tőle? Igazából nem tudom. Nekem mindegyik autó nagyon tetszett. És érzésem szerint mindegyik autó jobb volt, mint az enyém. Tehát technikailag, használhatósági szempontból én nagyon az utolsó helyen végeztem. Tehát ez az autó egy régi autó, nem lehet vele gyorsan menni, nem lehet vele felvenni a mai forgalom ritmusát, nem várok nagy eredményt. Tehát hogyha az elektromos hajtás részét nézem, akkor sajnos vesztettem, de ha meg a külcsínt, tehát a magát az autót, meg az autónak a honnan indultunk és hova érkeztünk, abban viszont úgy érzem, hogy legalább a minivel egy szinten vagyunk, mert a mini projekt is egy hasonló rozsdás a karosszéria volt, és gyakorlatilag is nagyon szép lett. Gábor, végeztetek az autóval voltak éppen teljes mértékben, és a ti csapatotok 2 olyan újítást is bevezetett, ami voltak éppen rendhagyó. Végére értetek egy munkának, mennyire áll közel a szívetekhez? Mi már nagyon szeretjük, szoktuk mondani, de még inkább azt szeretjük, hogy a többiekkel, a hát kvázi versenytársa, mennyire ezt versenynek lehet hívni, teljesen jól összebútoroztunk, és össze egymást segítve csináltuk ezt az egész, hát hogy is mondjam, versenyt. Tehát a villanymotor, a technológia, az amperek, a rezek, a milyen vastag, van-e neked narancsárga kábele című történetek, azok most még úgyis egybe kovácsolták a csapatokat, és igazán azt szerettük, hogy a kompetenciák. Tehát sok mindent tanultunk a elektromos autóról, de ez is volt a cél. Azért maradjunk annyiban, hogy volt nehézségetek, tehát a teszt során például látunk némi füstöt a hátsó kerékből. Így van, tehát igazándiból mi elektrotechnikai dologra vettük a kihívást. Nekünk a karosszéria, bár vagyunk gépészek egy páran a csapatban, de maga a karosszériát azt mi készen kaptuk, és hát több meló volt vele, mint kellett volna. Tehát, hogy igazándiból, ha a karosszériát egy icipicit hamarabb megkapjuk, és
egy kicsit szebb állapotba tudtuk volna hozni, akkor már azért lényegesen előbb lettünk, hogy többet tudtunk volna vele menni. Bevalljuk őszintén, ma reggel azért még állítottunk a cuccon fogóval, nem szoftverből, hanem még hardverből is. Tehát, de az igazság, hogy minden olyan, amit meg kellett tapasztalni. Tehát az, hogy ez a történet így van összerakva, ez egy csomó ilyen tapasztalat. Kiszámoltuk szépen, azt a paramétert kaptuk, amit elterveztünk, tehát egy olyan autó, ami 60 km-t megy, aminek a csúcssebessége, tehát hozták a paramétereket, amit terveztünk, de hát azért a munka közben nagyon sok olyan dologra is fény derült, ami hát megoldandó, és nélkülünk nem oldják meg. Rövidesen eredményhirdetés. Mi az, amit vártok az eredményhirdetéstől? Jó, hát itt valószínűleg mindenki győztes, legalább mi már itten győztesnek tartjuk magunkat abból a szempontból, hogy bármi is történik, itt az autó, megvolt az összes olyan rekvizitum, amit meg kellett tenni. Mi még annyiból előtte vagyunk, hogy mi boldogan két nap ezelőtt kaptunk úton a engedélyt, tehát én működő indexen, működő autóban van, egészségügyi csomag, biztonsági öv, megfelelő menetokmány, tehát én innen kvázi lábon megyünk haza, úgy, hogy még a rendőr is megállíthat, bár nehezen fogjuk magyarázni, hogy motorszám miért nincs a úton elengedélyen, de ez most mindegy. De valójában összeállt egy olyan autó, ami tényleg képes, és ugye jártak vele a fiúk azért néhány tesztkört a városban is, effektíven teljesen használható városi közlekedésre, ugye egy elővárosi bejárós autónak készült ez a konstrukció. Előjáróban annyit, hogy rendkívül szoros volt az eredmény. Tulajdonképpen nüanszok döntöttek. A harmadik helyezett csapat egy olyan csapat, ami talán a legtöbb saját fejlesztést, a legtöbb innovációt tette bele. Talán egy kicsit túlságosan nagyot is álmodott, és az idő ehhez viszont egy picit talán még rövid volt. Összességében szerintem ez a zsűri véleménye amellett, hogy nagyon imádja és nagyon szereti a villanykanári nevezetű járművet. Egy azt gondolom, hogy teljesen menetkész jármű nyerte el a második helyezést. Egy olyan járművet, ami tulajdonképpen, hogyha az utcán meglátnánk holnap, egyáltalán nem csodálkoznánk rajta. Mégis azért valami picike még hiányzik. A második helyezett a Berta Service Mini Team. Az egész verseny ikonja végül is aztán nem csak ikonként szerepel a versenyben, hanem műszakilag, szakmailag és tényleg öreg autós szempontból is nagyszerű munkát végezve a Silva csapat 1929-es Citroënje. Meglepett vagyok, mert nem számítottam rá, mert gyakorlatilag díjazták a sok munkát, mert tényleg rengeteget dolgoztunk ezzel az autóval, de viszont elég lassú voltam a versenyen, úgyhogy úgy éreztem, hogy én leszek a harmadik. De hát nem a verseny döntött, hanem maga az autó, a design,
meg maga az egész felfogás, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, örülök neki. Miért ne lehetne, hogy újra lehessen találni olyan csapatokat, akik vállalják ezt a megmérettetést? De az is elképzelhető, hogy ez megy majd ilyen projekt nélkül. És igazán ezt reméljük, hogy ez olyan hype-ot, olyan divatot teremtsen, hogy egyre többen keressék meg majd a kollégáinkat, egyre többen gondolják úgy, hogy ők ezt az átalakítást szívesen megcsinálnák, úgy csak saját maguk. Aztán amikor majd 3-4 év múlva az alternatív versenyeken találkozunk, akkor lehet, hogy az öreg autó kategóriában nem csak az a 4 autó fog körözni, hanem egyre többen. Ez volt a Voltimer negyedik, egyben befejező része. A sorozat véget ért, ám a Verdákkal még jó néhány alkalommal találkozhatnak különböző rendezvényeken, sőt, akkor se lepődjenek meg, ha a hétköznapi forgalomban látják viszont a résztvevőket. Én a műsor gyártásában közreműködő összes kollégám, illetőleg az ötletgazda Mobilis nevében köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! A Voltimer csapatai az új Széchenyi terv keretein belül építették járgányaikat. A műsor támogatója a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ, a Széchenyi István Egyetem, a Vilisics Engineering és a Kombinatóri Ötletgyár.